Már raktáron van dombokban az a 7,5 tonna só, amit a tél folyamán Fehérvár útjainak síkosságmentesítésére használnak majd fel. November 15-e óta ugyanis működik a városi hóügyelet. 4 hóügyeletes, 4 asszisztens és 4 útügyeletes látja el a feladatokat a nap 24 órájában. Ezen kívül már üzembe helyezték azt a 7 hókotrót és 10 járdatakarítógépet is, amelyek a tél folyamán az utak síkosságmentesítéséért lesznek felelősek. Egy órán belül kell megkezdeni az eltakarítást, és ugye 4 óra van beavatkozásra, de hogyha egy nagyobb hómennyiség van, akkor természetesen ez hosszabb ideig tart. A Fejér megyei katasztrófa védelmi igazgatóság is kiveszi a részét az ügyeletből. Az ő feladatuk az esetleges veszélyhelyzetek elhárítása, valamint ilyen esetekben melegedő, pihenőhelyek kijelölése. Ezekre a helyekre mehetnek a Fehérváron dolgozók, ha erős havazás, hideg esetén nem tudnak hazamenni. Ilyen melegedő hely lesz kialakítva a korábbi évekhez hasonlóan a Tolnai utcai általános iskolában. Tudnak melegedni, megoldottuk az ellátásukat, fognak kapni meleg teát, vajas kenyeret, vagy bármi más ellátást. Tehát tulajdonképpen mindenki úgy gondolom, hogy a lehetőségekhez képest maximálisan el lesz látva. Az utak síkosságmentesítése egyébként idén is 3 ütemben zajlik majd. Összesen 330 kilométernyi utat tart karban Székesfehérvár városgondnoksága. Az első ütemben a fő- és tömegközlekedési útvonalakat, gyűjtőutakat, valamint a különösen fagyveszélyes forgalmas útszakaszokat takarítják. A második ütemben a lakótelepi utak és a kertvárosok nagyobb forgalmú utcái következnek. A harmadik ütemben pedig a kisforgalmú családi házasövezeteket síkosságmentesítik, javarészt sóval, sósoldattal és kőzuzalékkal. A házak előtti járdák takarítása és síkosságmentesítése továbbra is az ingatlan tulajdonosok feladata.